Marcel Menze from Hungary. A Jászberényi Mező Marcel Raoul Wallenberg emléknapján vehette át a Raoul Wallenberg Akadémia Jankovics díját. A díjátadó ünnepséget augusztus 27-én vasárnap Stockholmban tartották meg. Hétfő délelőtt a svéd külügyminisztériumban tett látogatás után értük el telefonon. Nagyon érdekes volt a díjátadó, nagyon jó volt a hangulat, nagyon kellemes volt beszélgetni az emberekkel, nagyon emberekkel találkoztam, mindenki nagyon pozitívan állt az egész díjátadóhoz, és mindenki nyitott volt. A zsűri tagjaival a díjátadón találkozhattak először személyesen, már nagyon várták, hogy megismerhessék a fiatal díjazottakat. Nagyon örültek nekünk, hogy végre találkozhatunk személyesen is. A zsűri tagjai is örültek, hogy találkoztak, hiszen már olvastak a munkánkról, viszont élőben sokkal jobb volt velük beszélgetni, és megismerni őket is. Nagyon jó volt a fogadtatás mindenhol. A helyiek vártak minket az éttermekben, és ahol bejelentkeztünk, hogy menni fogunk. Mindenki nagyon nyitottan állt hozzánk. A külügyminiszter is nagyon rendes volt a találkozás során, és érdeklődően hallgatta a munkánkat. A második világháború idején a magyarországi zsidók mentésében résztvállaló svéd diplomata emlékét ápoló akadémia rangos elismerését évről évre átadják. A világ számos országából azoknak a fiataloknak ítélik oda, fogalmaznak Svédország budapesti nagykövetségének tájékoztatójában, akik mindennapi életükben civil kurázsiról tettek tanúbizonyságot, amivel változást értek el. Az akadémia díját az évelei törökországi földrengést követően Black kutyájával végzett mentőmunkáért a rászorulóknak nyújtott segítségért ítélték oda. Nagyon sok új tapasztalatra, illetve kapcsolatra tettem szert, illetve szerintem ez egy nagyon jó emlék lesz számomra. Nagyon jók voltak a programok, illetve nagyon jó volt megismerkedni kicsit részletesebben Raoul Wallenberg munkásságával is. Nagyon jól éreztem magam az egész hétvége alatt. Svéd, francia, szerb, spanyol díjazottakkal állhatott egy színpadon, a hosszú hétvége idején igazi közösségé váltak. Nagyon jó közösséget alkottunk, nagyon barátságokra tettem szert, hiszen mégiscsak velük voltam az egész hétvégén, nagyon jól megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy tartani fogjuk kapcsolatot a jövőben. A mentés idején Marcel a magyar kontingens legfiatalabb tagjaként még a Jászberényi Lehel vezér gimnázium végzőse volt. Szeptembertől már a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert orvostudományi karán kezdi meg tanulmányait. Nemzetközi elismeréséhez ezúton is gratulál szerkesztőségünk.